Az idei esztendőt az építkezések évének nevezted még az elmúlt év őszén. Ha építkezés, akkor beszéljünk az öntözés fejlesztésről, az öntözés felépítéséről Magyarországon. Nagyon aszályos volt a tél, a tavasz, aztán jött egy rettenetes, esős, hűvös májusi időjárás, és a június megint ráköszöntött egy borzasztó nagy meleggel. Tehát az öntözés fejlesztése megkerülhetetlen ma Magyarországon. Hogyan álltok ezzel? Teljesen egyetértek. Az öntözés megkerülhetetlen. Eredményes mezőgazdasági tevékenységet folytatni öntözés nélkül egyre inkább ki kell mondanunk, és szembesülnünk kell vele, hogy nem lehetséges. Főleg, ha versenyképesen akarunk termelni, akkor pedig egyenesen szükséges. És az látszik, hogy minden sokkal szélsőségesebbé válik, hiszen egész télen, egész tavaszon gyakorlatilag 40%-kal kevesebb csapadék volt, mint ami hosszú-hosszú évek átlagában kellett volna, hogy legyen. Majd aztán özönvízszerűen megérkezett az eső. Egy bizonyos részét pótolta is a csapadéknak, de már látjuk, hogy néhány nap eszméletlen kánikula és intenzív napsugárzás után már is csak a múltról beszéltünk, hogy elegendő csapadék van a talajban. Ezért nagyon sok részletkérdésben kell döntenünk és haladnunk előre. Az első ilyen dolog ugye, hogy mindenképpen föl kell állítanunk azt a Nemzeti Öntözési Központot, amelyet július 1-ével meg is fogunk tudni tenni, amely az újjászerveződő Nemzeti Földalap keretében fog tudni működni, hiszen ott állnak rendelkezésre azok az adatok, amelyek a csatornák nyomvonalát őrzik, amelyek segítenek abban a munkában, hogy hogyan tudunk a föld széléig vizet vinni a gazdáknak. Tehát ez az első ilyen lépés. Döntött a kormány arról, hogy évi 17 milliárd forintot fordít arra, hogy ezeket az infrastrukturális beruházásokat el tudjuk végezni 10 éven keresztül. Tehát összességében 170 milliárd forintunk lesz arra, hogy ezeket a csatornákat alkalmassá tegyük arra, hogy abba újra víz legyen, hogy ez a víz átjárható legyen, hogy ez a víz felhasználható legyen. Mi dolgozunk azon, hogy az öntözési központban, aki öntözni szeretne, a sokkal egyszerűbben juthasson ehhez a lehetőséghez. Tehát egy egyablakos ügyintézést tervezünk, hogy a gazda bejelenti azt a helyrajzi számot, ahol ő öntözni kíván, és az összes többi engedélyt, papírt mi megszerezzük hozzá, és aztán a kezébe visszaadjuk. Nyilván olcsóbban és egészen rövid határidőn belül, hiszen ez ma már egy 21. századi ügyintézés ezt követeli meg, és hogyha mi valóban a gazdákat támogatni akarjuk, akkor ilyen intézkedéseket kell hozni számunkra. Gondolkodunk azon, hogy mit tehetnek a gazdák ahhoz, hogy a termelésük biztonságosabb legyen. Nem megkerülhetők azok az agrotechnikai eljárások. Nem megkerülhetők azok az új lehetőségek, amelyekkel élnünk kell. Mert nem csak az a kérdés, hogy hogyan juttatunk vizet a talajba, hanem az is kérdés, hogy hogyan őrizzük meg a talajban ezt a vizet. És ezt nyilván meg lehet talajművelési eszközökkel, meg lehet különböző olyan módszerekkel, amelyek akár 60%-kal is tovább tudják a talajba tartani a vizet. Megvan ennek a különböző módja, hogy hogyan kell. Ezek azok a agrotechnikai eljárások. Ehhez képzések, tanfolyamok, ismeretek szükséges a gazdáknak, erre is készen állunk, hogy megfő szaktanácsadás rendelkezésre álljon. És bizony, arról is gondolkodnunk kell, hogy olyan vetőmagokat, olyan fajtákat, hibrideket kell nemesítenünk, és a gazdák rendelkezésre bocsátanunk, amelyek ilyen szélsőséges és ilyen klimatikus körülmények között is eredményes termelési paramétereket tudnak lehetővé tenni. Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor találkoztam egy olyan kifejezéssel, amit még nem hallottam idáig, ez pedig a zöld szüret. Mi is ez? Azzal szembesültünk, hogy az idei esztendőben is kiváló szőlőtermés várható, és tavaly is az volt. És a pincékben eladatlan borkészletek vannak. És ez bizony komoly feszültséget, komoly nehézséget szül a porágazatban. Erre nekünk megoldást kell találni. Megoldás az, hogyan tudjuk kivonni a termék fölösleget a piacról, hogyan tudjuk a piaci nyomást csökkenteni. És az két ilyen lehetőséget találtunk erre. Az egyik, ez az a bizonyos új fogalom, ami Magyarországon most először következik be, a zöld szüretnek az igénye. Június 11-éig lehetett a gazdáknak bejelentkezni erre, mint egy 5623 hektár érintett területtel jelentkeztek be a gazdák. Itt a legnagyobb mennyiségben ugye a Bianca szőlő volt az, amely érintve van, aztán a furmint és a kékfrankos. Tehát ez a három szőlő kategória volt a legnagyobb mennyiségben.
És az a feladat, hogy gyakorlatilag aki bejelentkezett, az június 24-e és július 10-e között le kell szüretelje a szőlőt. Így még éretlen állapot van. Azaz, hogy ne kelljen a pincékbe ezeknek a szőlőknek már bekerülnie. Tehát terméscsökkentést, terméskorlátozást tudunk előidézni. És gyakorlatilag a szabályok szerint november 15-éig fizetjük ki a gazdáknak azt a pénzbeli támogatást, amit akik a zöld szüretet vállalták, akiknek értékesítési nehézségeik voltak, akiknek nincs meg a megfelelő piaci háttere, hogy el tudják adni a szőlőjüket, akkor azokat így kompenzáljuk, így kártérítjük. A kormányzat most elindít a közeli napokban egy szociális falu programot. Mit akar ez? Ez gyakorlatilag földprogramot takar. Egy mezőgazdasági közmunka és szociális földprogram, ha összességében akarom tekinteni. Ez azt jelenti, hogy meghirdetünk önkormányzatok, települési önkormányzatok számára egy olyan lehetőséget, hogy pályázhatnak a területükön lévő állami földek igénybevételére, kifejezetten szociális földprogram céljára. Ezt nagyon támogatjuk. Mintegy 1400 hektár ilyen területünk van. Egy alapos felmérés előzte meg ezt a pályázati kiírást, és szeretnénk az önkormányzatok számára ezt teljesen ingyenesen 5 éves használatra odaadni. És az az előnye van még, hogy az 5 év során minden európai uniós és nemzeti támogatást is e földterületek iránt az önkormányzatok fölvehetnek. Ez az egyik része. A másik az az, hogy ebbe a programba résztvevő közmunkások értelmes munkát, értelmes feladatot tudnak végezni. A kezük munkája nyomán az önkormányzat intézményrendszere friss élelmiszerekhez, gyümölcsökhez tud, nyersanyagokhoz, alapanyagokhoz tud jutni, amely természetesen megkönnyíti, elősegíti az ott folyó ellátásnak a lehetőségeit. Ráadásul friss, egészséges, ellenőrzött körülmények között termelt élelmiszerről beszéltünk. És van egy nagyon fontos másik előnye még, amiről keveset szoktunk beszélni, de muszáj beszélni róla. Hogy akik a programban részt vesznek, ismeretet sajátítanak el, megtanulják használni a földet, megtanulnak vele együtt élni, hogyha amikor hazamegy a saját megműveletlen kertjére is kedvet kap, hogy megcsinálja. Mert azt látja, hogy az elültetett hagyma vagy a krumpliból, ott abból bizony egy olyan lehetőség van, amelyből az ő élete, az önfenntartása is olcsóbb lehet. És akkor az a falu adta lehetőség, hogy olcsóbban megélhetés, olcsóbb az élet, egy vidéki településen azért nagyon fontos hozzáadott értéket tud hordozni magában. Miniszter úr, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.